Szeretettel köszöntelek most téged, aki nézed ezt a videót. Legalább egy órája készülök erre a felvételre. És egy teljesen más témát kezdtem el, teljesen más témára kezdtem rá készülni. De pontosan amiatt, hogy már vagy egy órája állítgatom be a webkamerát, és készülök erre az egészre, rájöttem arra, hogy még mielőtt azt a témát előveszem, beszélek egy kicsit a komfortzóna kilépésről. Én most már gyakorlatilag 4 éve foglalkozom önfejlesztéssel. Már olyan értelemben, hogy tréningeket tartok, és kócsolok embereket, és egyéb. De még mindig hosszadalmas rákészülést igényel az, hogy kamera elé álljak, sincs itt senki körülöttem, és egy kis lencsébe beszéljek, ami majd aztán eljut sokakhoz, reményeim szerint sokakhoz. Mindig van bennem valamilyen érzés, valamilyen nem jó érzés ezzel kapcsolatosan, és úgy gondolom, hogy érdemes erről egy picit beszélni, ha már ennyit készültem rá. És azzal is, hogy erről beszélek, kidolgozom magamból megint egy picit, és aztán a következő felvétel majd könnyebben fog menni. Szóval. Arra gondoltam, hogy elmesélem, hogy mi zajlik bennem, hogy mit élek át. De előtte beszélek arról, hogy ez neked miért lesz jó. Mert pusztán az, hogy én elmesélem az élményeimet, nem biztos, hogy ez számodra előre vívő, de ugye ez egy önfejlesztéssel foglalkozó néhány perces hanganyag, tehát szeretném, hogyha te profitálnál ebből. Képzelj magad elé egy olyan helyzetet, ami ha csak eszedbe jut, érzed egy pici gyomorgörcsöt, vagy elkezd hevesebben dobogni a szíved, de kivételesen most nem valami pozitív dolog legyen, ami megdobogtatja a szívedet, hanem valami olyan, ami érzed, hogy ez most még túl van azon, amit így csettintésre megoldasz. Ugye ez megvan. Akkor most a párhuzam az én sztorimban az, hogy egy kamera előtt beszéljek. Most már egész jól megy egyébként, tehát érzem azt, hogy oldódok, de az 1 óra rákészülés azért mindenképpen indokolja ezt a felvételt, és hogy ezt egy kicsit kiboncolgassuk. Először az ember nem tudja beazonosítani, hogy mi ez, vagy mi az oka. Csak érzi a rossz érzést, és hogyha már kellőképpen, vagy valamilyen szinten működik a megfigyelő, akkor konstatálja azt, hogy most hallgatok, tologatom ezt a feladatot, pepecselek, előkészülök, iszom még egy kávét, én is itt csináltam magamnak, ott kortyolgattam, miközben készültem, és mert te csak azon kapod magad, hogy elteltek órák, és nem haladtál el azzal a feladattal. Hogyha akkor nekiültél volna, és megcsinálod, már régesség túl lennél rajta, és felejthetnéd. Most ez a videó, ez ilyen. Nálam is. Tudom, hogy ez egy nagyon jó lehetőség arra, hogy kommunikáljunk. Mert berakod ezt a videót, nem kell, hogy engem nézd, mert semmi extra nem történik a képernyőn, és közben csinálsz bármit, de hallod, amit beszélek. Tehát tudom, egy nagyon jó eszköze a kommunikációnak, hogy mindenféle önfejlesztő anyagot átadjak neked. Ugyanakkor még mindig, pedig most már lassan 1,5 éve készítek videókat, még mindig érzem, hogy a komfortzónámon túl van. Tehát nem csettintés, nem leülök, beállítom, kész, végigmondom azt az 5-10 percet, lezár, felrakom YouTube-ra, megvágom, ez az amaz, kommentelem, vagy leírást készítek hozzá, és kirakom, és hajrá, hagy nézze mindazok, akiknek ez fontos lehet. Nem megy így. Tehát még mindig ott van az a, jó, akkor most neki készülök, akkor ez a nap, ez a videófelvételek készítésének a napja, jó, akkor most nem tudom, mert most nem jó a fényviszonyok, most nem jó a, most találkozóra kell mennem, most ez meg ezt, tehát érzékelem a halogatást. De ugye mert az a megoldás, hogy azon kezdjünk el gondolkodni, hogy miért van az, hogy újra és újra leülök, és készítek neked egy-egy videót. Ahogy gondolkodtam ezen, hogy most ezt a témát veszem elő, egyben azon is gondolkodtam, hogy mi az, ami engem újra és újra ideültet ehhez az asztalhoz, és beállítom a színeket, mert pont szemközt van az ablak, úgyhogy nagyon érdekesek a webkamerának a színbeállítási, színhőmérséklet, amiket ki lehet ebből hozni.
És arra jutottam, hogy ilyenkor elképzellek téged. Nem külalakra, mert ugye nem ismerjük egymást, de elképzelem azt, hogy van egy problémád. Sokunkhoz hasonlóan. Vagy nem egy sok. És nekem vannak tapasztalataim, és bírok bizonyos talentummal, mondjuk így, hogy az emberekkel képes vagyok kommunikálni, olyan módon, hogy azt ők megértsék. És ugyanakkor van egy blokk, a kamerafóbia, vagy nem mondanám kamerafóbiának, mert álltam már elég sokszor kamera előtt, és megoldom a feladatot, de még mindig nem jó érzés, még mindig nem ez a így működik. És ez visz előrébb. Hogy elképzelem azt, hogy ott vagy egy bizonyos helyzetben, és neked szükséged lehet erre az információra, amit én el tudok neked mondani. Mert én már megéltem, megtapasztaltam, és van egy készségem, hogy ezt átadjam. És most csak azért, mert nem túl kényelmes kamera előtt ülni, vagy szívdobogást okoz, és ha nem vagyok elég tudatos, akkor tologatom napokat, heteket, hogy megcsináljam a felvételt, de ne juss hozzá ez az információhoz. Teljesen egyértelmű, hogy bárhonnan máshonnan ezeket az információkat meg lehet szerezni. Könyvekből, tréningekből, tanfolyamokból, ezer lehetőség van már a világunkban, hál' Istennek. De ugyanakkor van nekem egy olyan stílusom, hangvételem, fogalmazási technikám, bármi, ami által lehetséges, hogy neked pont ezt talál be. Pont ez a megfogalmazás, ez a forma. És akkor én lépjek vissza, tegyek hátra két lépést, csak azért, mert a kamera nem a legjobb barátom. És amikor erre gondolok, akkor fogom magam, és spontán most csinálok egy ilyen videót, hogy ezt önmagamnak is, és neked is megfogalmazzam. Ha most újra előveszed a saját problémádat, a saját kis fóbiádat, vagy nagy fóbiádat, vagy azokat a dolgokat, amiket halogatsz, akkor gondold el, hogy ha azt a dolgot megcsinálod, akkor azt kiért, vagy miért teszed. És ha ezen jól elgondolkodsz, akkor hatalmas dolgokra bukkanhatsz. Mert ha ezt a videót egyetlen ember nézné meg, egyetlen ember, és annak az egyetlen embernek ez a videó segítene abban, amivel ő most küzd, akkor én nekem már megérte ezt a videót elkészítenem. Ide készülnem egy órán keresztül, ezt a pár percet végigbeszélnem, felrakni a YouTube-ra, megvágni, feliratozni, nem tudom, micsoda. Megéri ezt a munkát, ha egyetlen embernek ezzel segítek. És reményeim szerint nem egyetlen embernek fogok ezzel segíteni, hanem sokaknak, százaknak, ezreknek. Tehát azt javaslom neked, hogy gondold át, hogy miért teszed azt, amit teszel, vagy tennél, még akkor is, ha félsz tőle. Ha leülsz egy picit, én most borzongok. Borzongok attól, hogy érzem azt, hogy te most, aki ezt hallgatod, ez számodra nagyon is fontos lehet. És hogy megérte ezért nekem ide leülnöm, és elkezdenem ezzel foglalkozni. Hogyha leülsz, és beleérzed magad ebbe a helyzetbe, hogy az a tevékenység, amitől te most félsz, az egy másik embernek, vagy emberek kis vagy nagyobb csoportjának mit fog hozni, akkor neki fogsz ülni. Akkor elkezded, akkor megcsinálod. Ha tényleg a szívedben érzed azt, hogy ez miért fontos. Ha nem érzed ennek a fontosságát, akkor nem fogod megtenni. Akkor mindig egy olyan mumus marad, ami egy gátad lesz, egy akadályod, egy korlátod. De emberként nem azért kezdtük el ezt az utat, hogy korlátokat rakosgassunk magunk köré, vagy éppen nézzük őket, és azt mondjuk, hogy hát igen, itt vannak.
Akkor arra nem megyek, mert arra van egy korlát. Nem. Azért van, vagyunk emberként egyre tudatosabban és tudatosabban, hogy rácsodálkozunk, hé, itt van egy korlát. Na nézzük, hogy lehet ezt innen elrakni, feloldani, megnyitni. Úgyhogy ez most jó, hogy így alakult. Azt érzem, hogy ennyit vaciláltam ennek a videónak az elkészítésével, amit majd egy következő videóban mindjárt megcsinálok. Mert már régóta adós vagyok vele valakinek. Úgyhogy, úgyhogy én erre buzdítalak, hogy nézd meg a szívedben az okot. És akkor ez az erő át fog téged lendíteni, repíteni ezen az akadályon. És nem állíthat meg téged. És el fogsz jutni azokhoz az emberekhez, akiknek a te munkád, a te talentumod, a te erősséged fontos lesz és előrevívő. És ehhez kívánok én nagyon sok sikert. Szia, minden jót neked!